szándékosan, vázlatosan hagytam a képet, ami azt sugallja, hogy nem lehet befejezni. Nem lehet befejezni egy életet, amíg az ember lélegzik, amíg teszi a dolgát. Ez a kép cím is, meg a jubilómi cím is egy ilyen önmagammal való szembenézés. Kopocs Tibor a Szemben önmagammal című alkotásáról mesél, amely egyúttal a kiállítás címe is. Az életjubileum a közszemléretet művek számában is megmutatkozik. Alkalomhoz illően 80 képet hoztam, 20 grafika és 20 tűzzománcot, meg 40 képet. Szeretem a képek úgymond filozofikus töltetét is, tehát ha van tartalma, olvasható, és amellett, hogy festői legyen, tehát festői eszközökkel próbálom ezeket a kompozíciókat megoldani. Nem szeretek leragadni, nem egy úton haladok, tehát hogy a képeim, akár a grafika, akár a zománc, vagy akár a festmények, nem lehet besorolni egy kategóriába, tehát nem lehet egy polcra úgymond föltenni, hogy a Kopócs csak így fest, illetve ez az ő stílusa. A képeknél is szeretek experimentálni, kísérletezni, tartalomban is, fölfogásban is, meg képi megjelenítésben is. A tárlatnyitón Szakolcai Lajos művészeti író kiemelte Kopócs sokrétű munkásságát, amelyet véleménye szerint be kell emelni az egyetemes magyar kultúrába. Mítoszi magyar ősiség érdekli. A másik pedig, hogy a mítosz és a mitológiát hogyan tudja a kis hazával Csalóközzel ötvözni. Például az egyik legkiválóbb képe a Csalóközi Ikarosz. A mítoszi ábrázolás nagyon-nagyon fontos. A mitológikus jelképek persze benne van ugye a Biblia is. Említhetném ugye a történelmi érdeklődését, itt a Szent László királyt megörökítő képet, vagy pedig végtelenül érdekes, ahogy a klasszikusok előtt főt hajt. A nőnek a megbecsülése részben groteszk módon is, részben főhajtással, részben a kirakatba helyezve, tehát nem csak a műterem homályából jön elő, hanem esetleg utcalányként is. Kopócs Tibor a továbbiakban is a kísérletezés és a kíváncsiság jegyében szeretne alkotni. A jubileumi tárlat november 11-ig tekinthető meg a múzeum kiállítási csarnokában.